Hatalmas daru állt a paksi Szent Élek templom mellett, segítségével a tető acélszerkezetét emelték vissza a helyére. Áprilisban számoltunk be arról, hogy felújításba kezdett a paksi katolikus egyházközség, hiszen pályázati úton 150 millió forintot nyertek a Makovec templom rekonstrukciójára. Mindenképpen üzenetértéke van, hogy megújul egy templom. Fontosnak tartják sokan azt, hogy megújuljon. Itt gondolok a kormány, hiszen a kormány finanszírozza a munkálatokat. Fontosnak tartja az egyházmegye, hogy a templomaira figyeljen. A plébánia is fontosnak tartja, ha nem is ugye mi vagyunk a munka irányítói, a beruházók, tehát akik ezt az egész munkálatot koordinálják, de mégis mi is nagyon fontosnak tartottuk, hogy ez megszépüljön. A felújítás első szakaszában kivették a padokat, kívülbelül felállványozták az épületet, elkezdték a belső térben lévő rossz állapotú faanyagok javítását és kezelését, valamint leemelték a tető régi acélszerkezetét, amelyet az önkormányzat által biztosított közeli telephelyen rekonstruáltak. A tetőt ezt követően helyezték vissza. A következő pár hónapban a lakosok számára kevésbé látványos, de fontos munkákat végez el a kivitelező, amelynek fontos eleme volt, hogy a műemléki acélszerkezet a helyére kerüljön. Most fogják tudni levenni a pontos méretet a védőtetőnek, amit ugye milliméter pontossággal kell megalkotni, és igazándiból annak a legyártása, utána az üvegezése, és utána készül akkor. Tehát ez nagyjából most két és fél hónap szünetet takar ebbe a kivitelezésbe. Ezek a védőszerkezeteknek a gyártása készül most. Utána fog a helyszínen folytatódni a dolog. A kivitelező azt is elmondta, hogy az előre meghatározott ütem szerint halad a beruházás, így várhatóan az eredeti időpontban, november közepén ismét birtokba vehetik a hívek a Szentlélek templomot.